nem volt túl sima az én pályafutásom, tehát voltak benne rögök rendesen. Voltak benne szakadékok, mondhatnám azt is, amikor 88 után el is tűntem szinte egy évig. És ennek mi volt az oka? Hát megviselt ez a 88-as Herce-Hurca a szóli olimpiai. Hogy be a négyesbe, ki a négyesből? Így van, be a négyesbe, ki a négyesből, tehát aztán végül is ki is maradtam. Tehát tartalékként mentem el a szóba, és akkor gyakorlatilag a partról néztem végig, hogy hol kellett volna mennem. Tehát ez egy érdekes... De... És a, most komolyan kérdezem, annyi év eltelt azóta, hogy azóta ezen már bízvás lehetett gondolkodni. Volt olyan ebben, ami a te hibád volt? Biztosan hibáztunk, hibáztam én is. Azért mondom a többes számot, mert ott a másik fehérvári fiatalember is szervesen kapcsolódott ez a témához, nevezetesen a Kovács Zoli. Aztán... Tehát én ott nagyon éreztem ezt a Pestvidék dolgot, és ezért is mondom azt, hogy szerintem a mai napig is van. De akkor különösen ez a sportpolitika, ez nagy szerepet játszott. Helyed lett volna a négyesbe, és kitettek belőle? Hát, ha mondjuk ilyen egyszerűen megfogalmazva, igen. De mondom, ez azért sokkal bonyolultabb volt, ez napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra. Ez egy olyan idegi harc volt. Te érezted, hogy a többiek esetleg nem a te oldaladon állnak? Éreztél valamit is abból, hogy van a hajóban valamiféle széthúzás? Természetesen, de hozzáteszem, hogy ez egy normális dolog. Ugye ők nyerni akarnak, ők, akik bennmaradtak, keresték azt az utat, hogy úgymond biztosra akarnak kivel menni. Nyernek? Ugye akkor a Gyulai Csipes Hódosi Ábrahám felállású négyes indult, és meg is nyerték, tökéletesen mentek, tehát nincs is ezzel probléma. Vagyis az eredmény őket igazolja? Őket igazolja, ezt vitathatatlan. Ez hogy zajlik le, hogy megmondják, beszélgettek négyesbe, veszekedtek, vagy mita van? Ez volt az érdekes része igazából, mert ezt úgy gondolom, hogy egy picit emberi módon is lehetett volna kezelni, és nem bántásképpen mondom, bennem nincs tüskei módon, tehát ez egy lezajlott dolog. Nagyon rég volt, itt csak egyetlen egy bibi volt a dologban, hogy nekem ez az egy érem hiányzott, ez az arany azóta is. Az olimpiai aranyérem, így van, és ami 92-ben, ami lehetett volna, az is csak ezüst lett, idézőjelben mondom. Tehát ott úgy senki nem állt elém, hogy azt mondtam, figyelj, Fiduszkám, az a helyzet, hogy? És akkor akár még hogy valami védekezés jelleggel valamit tudnék tenni, de nem. Megyek le az edzőtáborba, és megy ki a négyes nélkülem. Kovács Zoltán és te, ti ketten voltatok azok, akik egyszerre kikerültek a négyesből. Az egyes versenyek mérése alapján. Igen, igen, igen. Az első világbajnoki címed nem a páros volt? Nem, 86 Montreálban. Egy négyes. Négyes. Aha, és a következő évben nyertél Csipes Ferivel. Így van, ott 500 páros, és akkor szintén az 1004-es. Uh-huh. És ugye ezután jött az olimpia. És akkor ezt a szót használtad, hogy visszatereljelek, hogy csapongó. Ja, igen, tehát éreztem én 88 körül, főleg 89-ben, hogy ez az út, amerre megyek, az nem jó. Ugyanis az a munka, amit én megszoktam Vácon, ugye úgy mentem el Győrbe, ott szintén elég jó munka folyt, de amikor Fehérváron már úgy egy kicsit úgy kezdett ellaposodni az egész történet, és akkor a Sárni Nándi, ugye aki a Vereckei, Stort, stb. Edzője volt aztán, fiatalokkal foglalkozott, és oda mentem a Nándihoz, és mondtam, hát láttam, hogy dübörögnek mind edzésről edzésre, és akkor mondtam, hogy Nándi, hát én át tudnék hozzátok jönni edzeni? Szóval persze, Laci, azt mondja, semmi akadálya, de hát ezt meg kéne beszélni az akkori edzőmmel, Dunai Pista bácsival. És akkor hát nagy küzdelem árán meg is beszéltük, és akkor én át is mentem a Nándihoz. És akkor ez azt hiszem, ez talán ősszel volt, már 90-ben a válogatókon szintén ott voltam 1-3-ban. Tehát ez ennyit jelentett, nem kis erőfeszítés volt, mert tényleg a padlón voltam,
és onnan kellett újra felverekedni magunkat, de úgy tűnt, hogy 90-ben például ott Poznánban nyertük akkor megint az 1004-est, és a Szabó 2 Gáborral 500 párosban negyedikek lettünk. Tehát akkor 88 után jött egy mélypont, mély repülés, úgymond. És mi volt, ami arra motivált, hogy mégis fölvedd a harcot, és megpróbáld még egyszer? Hát én úgy éreztem, hogy még van bennem, még korai lenne az, hogy itt eldobjam a lapátot, és akkor egy vidékbajnokság szinten hát itt. 88-ban voltál, ha jól számolok, 23 éves. Persze, tehát még korai lett volna erről lemondani, úgy gondolom. 90-re visszajöttél minden esetben. Igen, ott egy sikeres visszatérés volt. És akkor az tartott 92-ig első menetben. Ja, csak egy mondatot, ha tehetnék hozzá, hogy azért az a 90-es visszatérés nem volt olyan egyszerű, mert amikor én kikerültem, és csak visszamennék gyorsan egy-két évet 88-ba, akkor úgy kerültem ki, hogy azt sem mondták, hogy oké, srác, ennyi volt, most pihenni kell. Na most ezt, bocsánat, itt ne felejtsd el a szavad. Tényleg úgy történt, hogy kimentél tréningre, mit sem sejtve, és nem te ültél a hajóba? Így, ahogy mondom. Ezen kicsit csodálkozom azért. De ezt nem merném mondani, ha nem így történt volna. És akkor a 90-es visszatérésnél ott meg válogatóznom kellett a Hódos és Anyival, úgyhogy én már bizonyítottam, hogy én jobb vagyok. De nem is volt ezzel se gond, mert a Gyuzsóval beszélgettem, Gyulai Zsolti, azt mondja, figyelj, ne szórakozzál, mentek egy 1000 métert, lenyomod, aztán rendben van. Csak egy kicsit sértve éreztem magam, hogy most meg kell küzdenem azért, ami jár nekem. Akkor meg azt sem mondták 2 évvel előtte, hogy hívnak. Ez volt 1990, és akkor hogy végeztetek? Akkor Poznánban újra nyertük. Újra, mert a 4-es az nyert folyamatosan végül is, csak volt egy kis... Neked ez volt a harmadik, ez vagy negyedik? Ez volt a harmadik, az ugye Montreal, Duisburg, Poznán harmadik 4-es nyerés, igen. Egy 4-esben odáig követtem a nyomvonalát a 4-es hajónak, hogy a stroke, tehát a úgynevezett vezérevezős, aki elől ül, nem szükségszerűen a legerősebb ember, nem feltétlenül a leggyorsabb, de ő adja meg, ő tudja a ritmusát megadni a hajónak, vagy mondd meg, ha rosszul mondtam. De igen, igen, gyakorlatilag mondhatnám, hogy igen. A leghátsó ember meg a toló, jobbára, motor. Őtőle várják, hogy ő legyen a legerősebb, és ne ő tudja a hajót. Így van. Mit csinál a középső? Mert szerintem a harmadik beülőbe voltál többnyire. Hogy kommunikáltok közben, hogy az a két ember, aki be van ékelve az első és a negyedik közé, az egyáltalán mit lát ebből az egészből, azon kívül, hogy eszement módon próbálja hajtani a hajót ritmusban a többivel? Hát az ezek érdekes. Ez nagyon fontos, amit mondtál, hogy ritmus. Tehát az tényleg, meg az, hogy egyszerre. De az annyira egyszerre, hogy álmunkban is szinte. Ezt nagyon sokat gyakoroltuk. Az egész világ úgy akart kajakozni 4-esbe, hogy mi. Ahogy a magyarok, inkább úgy mondom. Mert ez tényleg, ez magas szintre fölvittük azért ezt a... De egy 1000 méteres verseny közben értem, van mód arra, hogy valamit is mondjon az ember? Ez csak inkább ilyen kis beszólások. Tehát tudja mindenki. De inkább a negyedik ember. Nem. Ő szól be, vagy nem. Ki? Itt a Gyulai Zsoltinak a szerepe volt ez inkább. Ő volt az, aki... Ugye itt nem nagyon jó, ha tekinget az ember kifelé, kiesik a ritmusból, megbontja az egységet, akkor nem úgy adja át az erőt. Te mit néztél? Az előtted Én az előttem hátát? Levő hátát, igen. Hogy egyszerre fogjak vizet, és mindent bele. És amikor azt mondják, hogy na hopp, akkor tényleg hopp, nem pedig csak ott maszatolunk. Tehát akkor nagyon kell. Persze, ez egy nagyon egységes brigád volt, tehát ezzel sose volt probléma. Ez egy csapat teljesítmény. Mondjuk, ha reális vagy, akkor szíved szerint boldogabb lettél volna, hogyha egyes hajóban éred el a sikereidet? Voltak egyes ambícióim, nem tagadom, de... Én úgy voltam, hogy hát nyilván, mivel nem tudtam egyest indulni, azért az ember azért be tudja magát sorolni. Nem tudtam, azt mondani, volt jobb. Volt jobb, igen. Azért a 4-esre visszatérve, amikor egyre népszerűbbek lettünk,
meg már 6-szor nyert a négyes, és már várták még azt a másik olimpiát, hogy ott is nyerünk, ahol nem nyertünk. Ez most akkor a Barcelona. Ez a Barcelona. Azért a magyar név fiai voltunk. Tehát ez egy olyan jó érzés volt, hogy tényleg, amikor megjelentünk, vagy valaki felismert, akkor az tényleg szívből szólóan mondta, hogy és tényleg a négyesnek szólt. Nem, mintha a Gyuzsót nem ismerték volna, nyilván, tehát ez egy természetes dolog. De valahogy mégis a csapat felé húztak az emberek. Mint hogy nekem is sokkal nagyobb élmény volt ezek után, hogy nem tudtam egyest indulni, csapatban indulni és nyerni. A barcelonai négyes nem én közvetítettem. Te biztos jobban tudod. Szerintem a Jenőnek Knézi Jenő volt. Knézi Jenő volt, igen. És ezért nem is tudom például azt most, hogy mennyivel kaptatok ki. Szakmai nyelven szólva sokkal, laikus nyelven szólva kevéssel, mert ez a 7/10, ez nem sok, de mivel a kajak négyes az egy viszonylag gyors hajó, azért az egy másfél méter, közel két méteres hátrány. És mi múlott? Hát, tulajdonképpen jó felkészültek belőlünk a németek, tehát ezt tényleg mondhatom, hogy olyan módszeresen minden versenyünket felvették, és szisztematikusan hangolódtak. Laci, mit lehet ilyenből leolvasni? Ne haragudj, minden verseny más, nem? De azért volt egy nagyon jó kidolgozás. Mi jellemezte ezt a négyest, hogy érdemes volt fölvenni és valahogy kielemezni, hogy mi a sajátosságuk? Ugye itt mindig egy lépéssel előttünk jártak. Mondhatnám azt, hogy vannak ezek a távközben kis megindulások, hogy ne, úgymond idézőjelben ne aludjunk bele az iramba. Ugye akkor van az, hogy na, Gyuzsó beszól, hogy na, hopp, akkor tudjuk, hogy a következő bal, gyerünk, mint az ördög. És akkor azt lehet tudni, hogy mennyi ideig tartson az a menet közbeni? Hát ez már, ugye ez olyan volt, hogy kész rajt, ne maradjunk le. Ha nem maradunk le, akkor már meccsbe vagyunk, akkor jók vagyunk. Elérünk 500-hoz, ugye ott indítottunk mindig a következőt. Ugye, hogyha nagy a hátrány, akkor gáz, mert akkor kell kepeszteni. És akkor még van durván még 250 méter, ahol aztán nincsen se melléduma semmi, ott már egy utolsó 250, és akkor ami belefér. És ugye ez volt, hogy a németek mindig 450-nél indultak, meg 700-nál indultak, és nem tudtuk őket utolérni. Egyszerűen olyan volt a különbség, hogy végig így mentünk. De egy picivel... Érdekes módon ez most, ahogy mondod is, viszonylag egyszerű. Azt találták ki, hogy ők előbb induljanak meg, mint a magyarok a résztávokon belül. Így van, és erre gyúrtak, erre készültek. És utána nektek már kapaszkodni mindig kellett. Mindig üldözők lettünk. Tehát ez volt benne. Nem tudtunk élen lenni, mert ha élen vagyunk, ha csak 10 centivel is, onnan biztos, hogy nem vernek meg. Sejtetted, hogy ezzel az olimpia nyerési lehetőségeid elmúltak, vagy még 96-ot bekalkuláltad? Úgy az ember bizakodik. Bizakodik. Én is olyan voltam, hogy úgy voltam ezzel, hogy még 96-ig el kéne mennem valahogy. De aztán ez a gondolatom, ez egyre inkább ellaposodott. És akkor 94-ben hagytam abba. 74 őszén kezdtem, és 94 őszén hagytam abba. Volt valami foglalkozásod, amit végez? Tehát valamivel el tudtad kezdeni, hogy nem tudom, kalapos vagyok, vagy cipész vagy. Igen. Hát tulajdonképpen a szakmám az autószerelő volt, de érdekelt és szerettem is, de soha nem dolgoztam egy percet se. Elvégezted? Elvégeztem, persze. Iskolába, de iskolában. Gyakorlatban nem. Nem. És akkor visszamentem Fehérvárra, és ott van a Velencei Tagvízi Sportiskola, gyerekekkel, fiatalokkal foglalkozik, és felajánlottuk a Sári Nándival, hogy nagyon szívesen vállalnánk edzői munkát. De nem találtunk meghallgatásra, illetve meghallották, csak nem volt ránk igény. Úgyhogy innentől kezdve aztán tényleg kikerültem a hétköznapi életbe. Hát voltam minden hirtelen. Bocsáss meg, valójában, amikor eldöntötted, hogy abba hagyod, egy kicsit készületlenül élek. Így van, így van. Mihez fogta végül is? Aztán egy tök véletlen kapcsán belebotlottam ilyen, italautomatákba. Kávé. Italautomatákba.
Tehát egy tök véletlen... Ilyen pénzbedobós. Ilyen pénzbedobós, ilyen szekrény típusú gépek. És akkor ezzel elkezdtem foglalkozni. Ugye... Kereskedni. Kereskedni, üzemeltetni, ami jött. És akkor ezzel úgy elindítom. Nem kellett ez egy nagyobb tőke? Viszonylag nem. Hoztam be használt gépeket Olaszországból, és akkor felújítottam, elindítottam, és akkor ez... Mit értettél, de így... Semmit. Azt se tudtam, a pénzt hol kell bedobni. Tehát ez azt jelenti, hogy járni kell a körutat. Igen, van két kollégám, aki folyamatosan, szisztematikusan járja a környéket, a terepet, és akkor egy harmadik kollégám pedig benn van velem a bázison, és akkor mi alkatrészeket újítunk föl, meg gépeket újítunk föl, és akkor mi ezzel foglalkozunk. Közben én az áru, anyagbeszerzés, a feleségem az üzletkötő, és kapcsolattartó, meg a cég kisebb ügyeit intézi. Na és most itt van egy még fiatal ember, akár tiltakozhatnál is, de semmi okod rá. Itt van egy fiatal ember, aki ugye egy egzisztenciát kellett, hogy megteremtsen, ötszörös világbajnoka egy sportágnak. Csak az olimpiai arany az, ami elkerült. Ugye kérdés, hogy te hogy méred fel a saját pályádat? Ez az egy dolog, ami hiányzik belőle, úgy gondolom. Lehettem volna 26-szoros világbajnok, de az öt világbajnokságot odaadnám azért az egy éremért.